Beszámoló 6 hónapos tevékenységi mérlegét mutatta be a Victoria palotában Miorika Döncsilla. A kormányfő szuperlatívuszokban beszélt az elmúlt fél évről, az ellenzék bírál. Városfejlesztés. A lakosságot is bevonja a döntéshozatalba a kolozsvári önkormányzat. Idén is kikérik a lakók véleményét arról, hogy milyen projekteket támogassanak. Imázsépítés. Gernyeszegen kastélynapot, a Gyilkostónál népművészeti sokadalmat tartottak a hétvégén. A cél közös, népszerűbbé tenni a turisztikai célpontokat. Kezdjük a híradót, köszöntöm nézőinket! Értékelte fél éves kormányzási tevékenységét Viorica Döncsilla. Beszámolójában a miniszterelnök hangsúlyozta, a kormányprogramban megfogalmazott és gyakorlatba ültetett intézkedések révén a makrogazdasági mutatók rendkívül pozitívak. Remekül teljesít Románia gazdasága, ezt pedig a konkrét adatok is mutatják. Így kezdte a fél éves kormányzásról szóló tevékenységi beszámolót Viorica Döncsilla kormányfő. Total venitor budgetare. Míg 2017 első fél évében az állam bevételei 117 milliárd 200 millió lejre rúgtak, 2018-ban bevételeink elérték a 132 milliárd lejt. Ez 12%-os növekedést jelent 2018 első fél évében az előző év hasonló időszakához képest, tehát 15 milliárd lejjel nagyobb bevételről beszélhetünk. Ez havi lebontásban 2,5 milliárd lejes, azaz 530 millió eurós növekedést jelent. Ezt a többletösszeget a lakosság béremelésére, valamint a közberuházások fenntartására fordítottuk. Hangsúlyozta, a kormány tevékenységének köszönhetően a közberuházásokra szánt összeg 6 milliárd lejről 9 milliárd 300 millió lejre nőtt, a munkanélküliségi arány pedig történelmi minimumon 3,4%-on áll. A kormányfő kitért az egészségügyben és az oktatásban dolgozók béremelésére is, de a nyugdíjpont, valamint a garantált minimál nyugdíj emelését is pozitívumként említette. Hozzátette, a kabinet kiemelt fontosságot tulajdonított a munka ösztönzésének. Ennek következtében havi 2250 lejt kaphatnak azok a munkaadók, akik társadalmilag sérülékeny személyeket alkalmaznak, de a munkába állásért is havi 1000 lejt fizet az állam. Az ellenzéket azonban nem sikerült meggyőznie a kormányfőnek. A tevékenységi beszámolót követően a Nemzeti Liberális Párt vezetője Ludovik Orbán sajtótájékoztatón azt mondta, Viorica Döncsilla Románia eddigi leggyengébb miniszterelnöke. Ma estig lehet jelentkezni az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség főügyészi tisztségének betöltésére szervezett szelekcióra. Elsőként Florentina Mirika nyújtotta be jelentkezését. A DNA keretében működő, az igazságügybeli korrupció visszaszorítását célzó szolgálat főügyészi tisztségét betöltő Mirikát Laura Kodruce kövesi korábbi főügyész bizalmasaként tartják számon. Leadta a jelölési iratcsomóját Máriusz Jákob is. A DNA jelenlegi helyettes főügyészét szintén kövesi bizalmasaként tartják számon. Elena Grécum, a DNA-m, illetve Krisztián Lázár, a legfőbb ügyészség ügyésze is jelentkezett a szelekcióra. A DNA főügyészi tisztsége július 9-én üresedett meg, amikor Klaus Johannis államfő egy hónapos gondolkodás után aláírta a kövesi menesztéséről szóló elnöki rendeletet, amelyre az Alkotmánybíróság döntése kötelezte. Nem maradt ki a Brua gázvezetékből Ausztria. Ezt Románia ausztriai nagykövete nyilatkozta, miután korábban a magyar fél bejelentette, hogy nincs már szükség gázvezetékre Magyarország és Ausztria között. A Brua mozaik szót azoknak az országoknak a kezdőbetűi alkotják, amelyeken végighalad majd az európai energiapiac egységesítését célzó gázvezeték. Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria. Korábban a magyar fél azt nyilatkozta, hogy azért nincs szükség a gázvezeték megépítésére Ausztria és Magyarország között, mert alacsonyabb költségekkel jár, ha a már meglévő infrastruktúrát használják a magyar-szlovák, illetve osztrák vonalon. Isabel Rauscher, Ausztria-romániai nagykövete szerint azonban az osztrák állam nem maradt ki a projektből. Tudomásom szerint az át, azaz Ausztriát nem törölték ki hivatalosan a Bruából. A magyar oldalról voltak bizonyos nyilatkozatok, de a cím marad. Ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és a munkálatok már zajlanak a román és a bolgár oldalon. Az, hogy milyen egyességek vannak a különböző konzorciumok között, illetve hogy milyen tárgyalások zajlanak az U, azaz Magyarország, és az A, azaz Ausztria között, nem változtat azon, hogy a gázvezeték továbbra is a Brua nevet viseli.
A brua megépítésének teljes költségét egyébként 550 millió euróra becsülik, amiből 179 millió eurót az Európai Unió biztosít. A gázfolyósón évente 4 milliárd 400 millió köbméter gázszállítását tervezik. Június 4-én a Transgaz megkezdte a gázfolyósó romániai szakaszának építését. A projekt első szakaszában a dél-romániai Podisortól a bánsági Temes Rékásig fektetik le a vezetékeket, ezt vélhetően 2020-ig fejezik be. Mérleget vont Császár Károly, Maros megyei RMDSZ-es szenátor. Az elmúlt két éves parlamenti tevékenységének legnagyobb pozitívuma a honatja szerint a földtörvény, valamint a közigazgatási törvény módosítása. Kevésbé bürokratikus és olcsó. Ilyen megoldásokat keresett Császár Károly RMDSZ-es szenátor a földtörvény módosítására. Elmondta, a jogszabályt az elmúlt évek során többször is módosították, de ezek nem járultak hozzá a visszaszolgáltatási folyamat felgyorsításához. Éppen ezért egyértelművé vált, hogy a lakóházak és az épületek körüli területek, udvarok betelekelését jogilag és adminisztratív úton is orvosolni kell. Most konkrétan le van írva a törvénybe, hogy milyen bizonyító aktákat kell benyújtani, és ha nincsenek semmilyenféle bizonyító aktája a tulajdonosnak, akkor a négy szomszéd közjegyző által, vagyis közjegyző előtt adott nyilatkozata alapján, amiben elismerik, hogy igenis annak az embernek mindig is ott volt a területe, akkora volt, be volt kerítve, vagy nem volt bekerítve, de azt használta, és soha nem háborította senki a használati jogával, akkor ennek alapján, tehát ezek a nyilatkozatok alapján a megyei Földosztó Bizottság muszáj jóvá hagyja a birtoklevél kibocsátását. Ami a kültelket illeti, a telekönyvben való első bejegyzés esetén azok a személyek, akik évek óta használnak bizonyos területet, fizetik az adóját és szerepelnek a mezőgazdasági lajstromban, bejegyezhetik a birtoklási jogukat. Az érdekelt vagy sértett feleknek 3 évük van arra, hogy megfelebbezzék ezt. Amennyiben nem teszik meg, akkor a birtoklási jog 3 év után tulajdonjoggá alakul át. Császár Károly ugyanakkor a közigazgatási törvény módosítását is az eddigi mandátuma pozitív hozadékának tekinti. Elmondta, amellett, hogy a jogszabály a hatékonyabb közigazgatásnak kedvez, kisebbségbarát is, hiszen az anyanyelv használati jogot biztosítja. Módosult a bírságok kifizetésének határideje. Életbe lépett ugyanis az a módosítás, amelynek értelmében 15 napra nő a büntetések kifizetésének a türelmi ideje. Korábban a megbírságolt személyeknek mindössze 48 óra állt rendelkezésükre a jegyzőkönyv kiállításától. Ha lejárt a türelmi idő, az érintettek már nem élhettek a kedvezménnyel, hogy csak a büntetés felét fizessék. A törvénymódosítás lényegében a 48 órás határidőt 15 napra tolja ki. A jogszabály kezdeményezőinek indoklása szerint az intézkedés révén jelentősen megnő azoknak a száma, akik élnek majd a kedvezménnyel és nem fellebbezik meg a bírságolási jegyzőkönyvet. Ennek következtében tehát több pénz folyik majd be az államkasszába. Elmondhatják, hogy mi zavarja őket, és javaslatokat tehetnek arra, hogy miként orvosolják problémáikat. Mindez a kolozsvári lakosokra vonatkozik, akik idén is dönthetnek arról, hogy milyen projektek valósuljanak meg városukban. A nyertes pályázatokat az önkormányzat jövőre fogja gyakorlatba ültetni. Évről évre sikeresebb a részvételi költségvetés program, amely lehetőséget nyújt a Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló nagykorú személyeknek arra, hogy beleszóljanak a helyi döntéshozatalba és segítsenek az önkormányzatnak eldönteni, mire költse el a város költségvetésének egy részét. A pályázatokat még egy hónapig várják. Az előző évekhez hasonlóan arra voltak kíváncsiak, hogy a Kolozsvár lakosai hogyan értelmezik Kolozsvár fejlődését, milyen befektetéseket és milyen ötletet tartanak megvalósíthatónak és tartják fontosnak, hogy ilyen lépéseket tegyünk Kolozsváron. 2017-es kiadása is sikeresnek bizonyult, nagyon érdekes, nagyon innovatív ötletekkel keresték meg az önkormányzatot. Ebben az évben is hasonló módon fog ez működni. A kolozsváriak 6 kategóriában javasolhatnak projekteket, sétányok, járdák és gyalogos övezetek, városi mobilitás, akadálymentesítés és biztonságos közlekedés, zöldövezetek és játszóterek, közterületek felújítása, oktatási és kulturális infrastruktúra, illetve digitális város témakörben, úgy, hogy azok értéke ne haladja meg a 150 ezer eurót. A beadott pályázatokra augusztus 20-a után lehet szavazni. A kétfordulós voksolást követően november 26-án lesz eredményhirdetés. A 15 nyertes projekt kivitelezésére 2019 folyamán kerül sor.
Internship, azaz gyakorlati szerződések keretében vállalhatnak egyfajta nyári munkát magáncégeknél vagy közintézményekben a 16. életévüket betöltött fiatalok. A megszokott nyári gyakorlattól eltérően ezek a fiatalok pénzt kaphatnak a gyakorlat idejére. Sajtótájékoztatón ismertette Csép Éva Andrea parlamenti képviselő az államfő által kihirdetett internship törvény részleteit. Az elmúlt években több hasonló jogszabály is életbe lépett, ellenben a törvényes keret, a konkrét meghatározása, valamint az, hogy melyek a munkaadó és a munkavállaló kötelezettségei és feladatai nem voltak meghatározva. Ezzel az internship törvényel a fél év alatt felhalmozott szakmai tudást tovább tudja értékesíteni, mert ez átmegy régiségbe is, ezért könnyítjük az alkalmazást is. Én azt remélem, hogy a törvény alkalmazása során nagyon sok fiatalnak átmeneti időszak lesz az egyetemi évek, az iskolapadok után már is a munkahely fele, ezzel megteremteni azt a lehetőséget, hogy a cégek felkészült és a cégnek az elvárásaihoz alkalmazkodó személyzetet tudnak alkalmazni. A parlamenti képviselő szerint a legfontosabb szempont a törvénytervezet létrejöttében az, hogy ezek a fiatalok egy kicsit más környezetben szokják meg azt, hogy a szakmájuk, amit választottak, miről szól. Megszokják, hogy milyen egy munkaközösségben dolgozni. A munkaadó köteles legalább a minimálbér felét kifizetni, ez adómentességet élvez, és a társadalom és egészségügyi biztosítás alanyi jogon jár a fiataloknak. A csíkkarcfalvi születésű világhírű tudós Barabási Albert László volt a marosvásárhelyi Telekitéka beszélő könyvek estjeinek legutóbbi vendége. A sorozatban idén a másként gondolkodás műfajairól beszélgetnek különböző meghívottakkal. A Behálózva című könyvének sikere után lett világhírű Barabási Albert László. A marosvásárhelyi kultúrpalota kistermében régmúlt korokról, történelemről, hálózatokról, történelem és hálózatkutatásról beszélt. Valamint arról, hogy mindezek a szálak hogyan kapcsolódhatnak össze a Telekitékában. A két havonta rendezett ismeretterjesztő beszélgetések célja egyébként, hogy kivigyék a tékából a városba azokat a témákat, amelyek számot tarthatnak a nagy közönség érdeklődésére. De nem csak tisztán ismeretterjesztőek ezek a beszélgetések, nem csak erről szólnak, hanem arról is, hogy olyan gondolatokat ébresztenek, új megközelítéseket mutassanak be a tudományos kutatás számára is, megnyitsanak a gondolkodási folyamatokat. Barabási Albert László az emberi mozgás dinamikáját és az emberi viselkedés megjósolhatóságát kutatja, erről írt könyvet Villanások címmel. A neves hálózatkutatót kutatásairól is kérdezték, de emellett személyes kérdések is fölmerültek. Egyebek között azt is megkérdezték tőle, hogy számára mi jelenti a kiinduló pontot, az ért, amelytől eljutott az óceánig. Először is mondjam azt, hogy ne úgy gondolkozzunk, hogy egy ér van, mert minden nagy folyó rengeteg érről táplálkozik. És az én esetemben én az Oltnak az élén készültem, nőttem fel ugye Palánpályán, ahol az Olt forrása van nem messze, és ugye kisebbségi létben nőttem fel, és szerintem az az egyik ér, ugye. Tehát én mindig éreztem, hogy kisebbségként nekünk többet kellett az asztalra tenni, hogy ugyanazt a eredményt elérjük. Utalva arra, hogy a román közösség is magáénak vallja őt, kijelentette, erre a kérdésre ők kell megtalálják a választ. Barabási Albert László előadását a későbbiekben az Erdélyi Magyar Televízió is bemutatja. 8. alkalommal szervezték meg a Gernyeszegi kastélynapokat, és nyitották meg az ódon falakat őrző kapukat a nagy közönség előtt. Az érdeklődők száma évről évre nő, így idén az eddigi évekhez képest még különlegesebb programokkal várták az odalátogatókat. Feladatot teljesítenek a gyerekek, hogy minél közelebb kerüljenek a kastély kincsének rejtekéhez. A kastély napszámukra főként a játékról szólt, sőt még lovagolhattak is. A mágus és a varázspálca címmel Belloni művész Kolozsváron jön hozzánk, hogy különböző művészmutatványokat mutasson kisállatokkal, meg varázspálcával, meg cilinderrel. A kastélyba egyébként évről évre többen látogatnak ilyenkor. Nem csak a környező településekről, hanem az ország több megyéjéből is érkeznek kíváncsiskodók. Idén 8. alkalommal szervezzük meg itt Gernyeszegen a Teleki kastélyban a kastélynapot. Ennek a rendezvénynek a fő célja az, hogy minél több emberrel megismertessük ezt a kastélyt, a család történetét, illetve, hogy egy kikapcsolódási lehetőséget, egy nyári szórakozási lehetőséget nyújtsunk a lakosságnak. Az idei esemény több szempontból is különlegesnek számított.
Egy kiállítást tette színesebbé, illetve Heather McGiffin, aki Mikes Juhanna menye, ifjabb Teleki Géza felesége, életében először tett látogatást a kastélyban, illetve tartott előadást férje életéről. Azért vagyok itt, hogy a férjem munkásságáról beszéljek ma. Géza Teleki Pál unokája volt, és geológus, illetve főemlős kutató volt, és Afrika keleti és nyugati részén kutatott. Séták keretében mutatták be az épület és a Teleki család történetét, de emellett előadások, fotókiállítás, filmvetítés, korabeli táncelőadás, valamint jazzkoncert is szerepelt a felnőtt látogatóknak szánt kínálatban. Népművészeti sokadalmat szerveztek a Gyilkos-tó körül. A 15. alkalommal megszervezett egésznapos rendezvény célja, hogy még varázslatosabbá tegye a Hagymáshegységben közel 200 évvel ezelőtt kialakult természetes torlasztót. A Gyilkos-tóból kiemelkedő korhat fatörzsek között csónakázni már önmagában mesés dolog. Azok azonban, akik a hétvégén a Hargita megye észak-keleti csücskébe látogattak, Fazekas Eszter legendájával is megismerkedhettek. A 15. alkalommal megszervezett gyilkos-tói népművészeti sokadalmon a néptánc és a népzenéjé volt a főszerep. Népművészet az egy nemzetek fölötti dolog, egy olyan nyelv, egy olyan kommunikáció, ami mindenkinek szól, és anyanyelvtől, nemzetiségtől függetlenül mindenkinek címezzük, és mindenkinek ajánljuk, hiszen egy olyan csoda ez, ami a miénk, és ugyanakkor mindenki másoké is. Az érdeklődők a térség néptáncvilága mellett két műves vásáron válogathattak a hagyományos termékek közül, de gyerekeknek szóló tevékenységek is voltak. Én úgy érzem, ennek a rendezvénynek van egy olyan múltja és hagyománya, amire érdemes minden évben kirátogatni, de ami egy pici felüdülést, kis változatosságot nyújt az embernek, aki kilátogat. Nem csak a sokadalom látogatóinak, hanem a fellépőknek is élmény volt a tó körüli tánc. Jó az, hogy megmutathatod több táncsoportnak és több embernek azt, hogy mit tudsz. A táncosok a borús időjárás ellenére is kitartóan ropták, ami meghozta a sokadalom résztvevőinek a kedvét ahhoz, hogy érdeklődve figyeljenek a térség népművészeti értékeire. Sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a heves esőzések miatt. A figyelmeztetés holnap este 11 óráig van érvényben, és 14 megyét érint. A meteorológusok szerint Erdély nagy részén, Máramarosban, a Bánság és a Körösök hegyvidéki térségeiben, valamint Olténiában és Munténia nagy részében heves esőzésekre, valamint felhőszakadásokra kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 30, helyenként pedig akár az 50-60 litert is négyzetméterenként. Vízilabdáról és fociról szólnak a sporthíreink a folytatásban, mutatjuk a részleteket is. Győzelmet aratott a hollandok ellen a magyar férfi vízilabda válogatott a barcelonai Európa-bajnokságon, ezzel bejutottak a megmérettetés negyed döntőjében. Mércz Tamás együttese a második negyed második felében lépett el ellenfelétől, amikor 6-6-ról 9-6-ra módosította az állást. A mérkőzést végül 12-9-re nyerte meg a válogatott. A negyed döntőben sokkal keményebb meccsre van kilátás. Az ellenfél a címvédő és olimpiai bajnok szerb csapat lesz. A mérkőzést kedden 18 órától játsszák. Vereséggel kezdte az idényt a Sepsi OSK, miután szombaton 1-0-ra kikapott a kupa döntős nagyszebeni FC Hermenstedt csapatától. A meccset a marosvásárhelyi Transzil stadionban játszották az élvonalbeli labdarúgóbajnokság első fordulójában. A második élvonalbeli idényét megkezdő Sepsi OSK játékos kerete a nyáron átalakult, így Eugenia Goy edző az első mérkőzésen őt Ujuncnak, Igor Jovanovics, Stefan Vélev, Stefan Dragic, Gabriel Vásvári és Prosser Dániel is lehetőséget adott a kezdő 11-ben. A mérkőzés első perceiben nem történt említésre méltó, viszont a szebeni csapat a 11. percben az első lehetőségénél betalált a Szentgyörgyiek hálójába. A háromszékiek edzője magára vállalta a hibát. A játékot nagyon rosszul kezdtük, nem kifogásokat keresek, ilyet nem csináltam soha. Nem tudom azt mondani, hogy a pálya volt rossz, vagy az, hogy 5 új játékos volt a pályán a kezdő 11-ben. Ez a mi hibánk volt, a játékot nagyon szerényen kezdtük, és egy fix helyről kaptunk gólt.
A Sepsi USK egyébként tavaly is egygólos vereséggel kezdte a bajnokságot, az Astra Giurgio otthonában 1-0-ra kapott ki. A pirosfehérek július 29-én vasárnap 18 órától a román kupagyőztes Krajova csapatát fogadják a Sepsi-Szentgyörgyi stadionban. Eddig tartott a híradó, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Minden jót kívánok, viszontlátásra!